Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal a mikrovezérlők alapjaival fogunk megismerkedni. A mai modern mikrovezérlők forradalmasították a digitális technikát. Különösen nagy előnyük, hogy olcsóak és univerzálisan felhasználhatóak szinte bármilyen vezérlési vagy szabályozási feladathoz. Régebben mikroprocesszor típusokat használtak a vezérlési feladatok elvégzésére. A mikroprocesszor használatakor a szükséges perifériák miatt további IC-ket, azaz integrált áramköröket kellett beépíteni. Az áramköri technológia fejlődésével egyre több perifériát az IC-tokba lehetett integrálni. Így alakult ki a mikrokontroller nagyon tömör áramkört eredményezve. A mikrokontrollerek nem mások, mint egy speciális számítógépek, amelyek mindössze egyetlen chipből épülnek fel. Ez az egy chip tartalmazza a processzort, a memóriát, az input és output vezérlőket. A mikrovezérlők csak akkor működnek megfelelően, ha azok megfelelő tudással és szakértelemmel vannak programozva, tehát használatukhoz szükség van hátveres és szoftveres ismeretekre egyaránt. Felmerül a kérdés, milyen mikrokontrollerrel kezdjünk tanulni? Az első és legfontosabb, ha kezdők vagyunk, hogy olyan mikrovezérlővel kezdjünk, amit egy barátunk vagy ismerősünk is használ, úgy sokkal könnyebben indulni. Az Arduino egy átmel AVL mikrovezérlő családra épülő fejlesztő platform, ami nagyon népszerű az elektronikával és robotikával hobbi szinten foglalkozók közében egyszerű használata miatt. A legelterjedtebb modellek az Arduino Uno és nanopanelek. A panelek alapfunkcionalitását könnyenén kiegészíthetjük az úgynevezett shieldekkel, amelyek a boldoghoz egyszerűen illeszhető elektronikai államkörök. Ezek segítségével az Arduino-t akár közvetlenül az internetre csatlakoztathatjuk, vagy motorokat vezérelhetünk segítségével, de ezekről majd később beszélünk bővebben. Mindkét bemutatott Arduino modell egy a 328-as mikrovezérlőre épül. Ez egy 28 lábú mikrovezérlő, amely 20 darab input és output lábbal rendelkezik. Ebből 6 darab analó bemenet, 6 darab PVM kimenetként használható, és két láb használható külső megszakításhoz. A csatlakozók hüvelysoraihoz forrasztás nélkül csatlakoztathatók a vezetékek. Az UNO valódi USB kommunikációra nem képes, a lapon elhelyezett kicsi SMD mikrovezérlő USB soros kommunikációs átalakító feladatokat lát el. A nano technikai paraméterei azonosak az UNO modellével, azonban a nano kisebb méretű és csak USB-n keresztül táplálható. Külső tápegység fogadására nem alkalmas. A nano csatlakozóit tüske sorra cserélték, és úgy alakították ki, hogy egyszerűen rádugható legyen egy dugdosós próbapanelre. Ezáltal nagyon egyszerűen forrasztás nélkül egészen bonyolult kapcsolások is összeállíthatóak és tesztelhetőek. Érdemes még megemlíteni a megamodellt, mivel az egyik legnagyobb tudású Arduino hardware-es I2C és SPI buszrendszerrel rendelkezik, valamint 54 digitális ki- és bemenetet és 16 analóg bemenetet is biztosít. Az Arduino panel a számítógéphez egy USB kábellel csatlakoztatható. Ezen keresztül történik a panel tápellátása, a mikrovezérlő programozása és a PC-vel történő kommunikáció a panelen lévő mikrovezérlő több ezerszer újraprogramozható. Az Arduino nem csak a hardware akarja, hanem az egész fejlesztő környezetet is magában foglalja. Az Arduino integrált fejlesztő környezettel könnyen írható a mikrovezérlőre kód, amit lefordítás után az USB kábelen keresztül az Arduino panelre tölthetünk. Az Arduino fejlesztőkörnyezet legfrissebb verziója letölthető az alábbi linkről. Töltsük le az operációs rendszerünknek megfelelő változatot, majd telepítjük. A fejlesztőkörnyezet által használt Arduino programnyelv a C++ egy egyszerűsített változata, amely az rengeteg beépített könyvtárra tartalmaz. Ezek a bonyolultabb programozási feladatokat nagy mértékben leegyszerűsítik. Az Arduino panel programozásához ugyanis nem szükséges ismerni, a rajta található AVR mikrovezérlő részletes működését, mert a fejlesztők környezet elfedi előlünk a hardware -t. Ez nagyon megkönnyíti a kezdő dolgát, mert nem szükséges a mikrovezérlők és a bennük integrált perifériák működésének regiszter szintű ismerete. A perifériák használata legtöbbször néhány egyszerű parancsal megoldható. Most, hogy elkészültünk a telepítéssel, ismerkedjünk meg magával a fejlesztők környezettel. Mielőtt az Arduino panelt elkezdenénk használni, ahhoz, hogy programozni tudjuk, az eszközök alappanel menüpontban be kell állítani, hogy milyen típusú panelt használunk. Második lépésként az eszközök soros port menüpontban pedig azt kell beállítani, hogy a panel melyik com ha van csatlakoztatva. Az USB kábelen keresztül csatlakoztatott eszköz illesztő szoftvere automatikusan települ. A fentiebb beállítása után a panelt már tudjuk programozni. Az eszközsorban az alábbi hat gomb található. Mielőtt a programot az Arduino panelbe töltenénk, le kell fordítanunk. Az ellenőrzés gombbal fordítható le a kód, és ellenőrizhető, hogy a programunk mentese. A feltöltés gombbal a lefordított kódot tölthetjük fel az Arduino-ra. A következő gombbal új projektet hozhatunk létre. A mennyitással korábban létrehozott projektet tudunk mennyitni szerkesztése. A mentéssel a jelenlegi projektet menthetjük a háttérbe. Áttéltára. Végül a soros monitorral pedig az Arduino panel által küldött soros adatok megjelenítése történ történik egy terminálablakban. Az Arduino programokat vázlatnak, sketchnek, sketchnek hívják. Az Arduino programozási nyelv C alapokon nyugvó C++ implementáció. A nyelv szerkezete igen egyszerű, a program két fő részből áll, az egyik a setup, a másik a loop a setup funkció a program indulásakor csak egyetlen egyszer fut le. Feladata, hogy a program futását előkészítse, jellemzően a változók, konstansok deklarálását tartalmazza. A programban mindenképpen szerepelnie kell, még akkor is, ha semmilyen utasítást nem hajt végre. A setup funkciói hívás után a loop következik. A loop függvény a program törzse a tényleges művelet végrehajtó rész. Az itt felsorolt utasítások folyamatosan ismétlődnek, mindaddig, amíg az Arduino panel be van kapcsolva. Minden egyes alkalomkor, amikor a program a loop függvény végére ér, átugrik a loop függvény elejére és kezdi újra előről. Ez a funkció az Arduino programmagja. A függvény törzsét a végrehajtandó utasításokat mindig kapcsoló zárójelek közé tesszük. Az Arduino képes analóg és digitális jeleket egyaránt érzékelni és kiadni a kivezetéseink keresztül. A digitális jelet legegyszerűbben úgy értelmezhetjük, mint egy kapcsoló által előállított elektronikus jelet. Ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, áram folyik rajta át, ezt az állapotot jelöljük az egyes számmal. Ha kikapcsoljuk, nincs áram, ennek az állapotnak a jelölése legyen a nulla. A kapcsoló kibekapcsolgatásával jel sorozatot állíthatunk elő, hol van áram, hol pedig nincs. Lejegyezni egyesek és nullás sorozatával lehet ezt a folyamatot, a jelrendszer kételemű, ezért binárisnak nevezzük. Az Arduino a digitális jeleket feszültséglogika szerint értelmezi, így a digitális jel csak kétféle értéket vehet fel. Logikai alacsony, low értékről beszélünk, ha az adott láb 0 volton van, azaz föld feszültség szinten. Logikai magas, high értékről beszélünk, ha az adott láb 5 voltos feszültség szinten van. Az Arduino képes analóg jelek fogadására is. Analóg jeleknek nevezzük az olyan folyamatos jeleket, amelyek időben bármilyen értéket felvehetnek. Az analóg kifejezés arra utal, hogy a végbemenő változás, történés, ok és okozat összefüggése. Például, a lázmérő mutatójának pillanatnyi helyzete a pillanatnyi testhőmérséklettől függ. Ha a testhőmérséklet változik, akkor annak arányában változik a mutató helyzete is. Az információt információtartalom továbbítása szempontjából az analóg jeleknek fontos szerepük van, mivel az érzékelők, szenzorok által küldött üzeneteket analóg jelsorozatként tudjuk kezelni. Az Arduino Uno 6 analóg jelek fogadására alkalmas csatlakozó ponttal rendelkezik. A digitális oldallal ellentétben ezek csak bemenő jelek fogadására képesek. A Setup rutinban használjuk a PIN mód utasítást. Ennek segítségével a chip adott kivezetését bemenetként vagy kimenetként használhatjuk. A példában az Arduino Uno 13-as lábát beállítjuk kimenetnek a PIN mód utasítással. A zárójeleken belül az első szám vagy változó a kivezetés, azaz PIN azonosítója 0 és 13 között, Arduino Mega esetén 0 és 53 között. A második egy állandó, ami vagy output vagy input lehet használattól függően. A mikrokontroller digitális kivezetései alapesetben bemenetként vannak konfigurálva, ezért nem szükséges ezt külön beállítani. A setup után nézzünk egy példát a loop függvényre. A DigitalWrite utasítás az adott kimenetet állítja be. Az első érték mindig a kimenet azonosítója, míg a második a kimeneten megjelenő logikai jelszint értéke. A kimenetek logikai magas high vagy logikai alacsony low állapotban lehetnek, azaz a kimeneti lábban plusz 5 volt vagy nulla volt jelenik meg. Mivel a feszültség viszonylagos érték, így kell egy referencia, amihez viszonyítunk. Ez pedig nem más, mint az Arduino föld a kimenetként beállított láb körülbelül 40 mA árammal képes meghajtani az ide csatlakoztatott áramköt, ez elegendő egy LED meghajtására, de már kevés a legtöbb veré vagy motor működéséhez. Most rakjuk össze mindazt, amiről eddig szó volt, és írjuk meg az első Arduino programunkat, ami a 13-as kimenet beépített legyét villogtatja. A setupban a 13-as pin kimenetként kevő beállítása, majd a program törzse következik. Az első utasítás hatására a 13-as pin magas állapotba kerül, a kivezetésen 5 volt feszültség jelenik meg, és a LED felvillan ezután következik egy delay utasítás, ami késleltetés jelent. Paraméterként a szünet idejét kell megadnunk millisekundomba. A minimum értéke 1, a maximum értéke 65.535 lehet, ami körülbelül 65 szekundum. Azért van rá szükség, mert a chip igen gyorsan működik, és az emberi szem 24-25 képkocka per másodperc esetén már folyamatosnak látja a képet. Ha ennél az értéknél gyorsabban kapcsolgatnánk a ledet, akkor a villódzást már folyamatos fényként érzékelnénk. Amint vége a várakozásnak, a soron következő utasítás végrehajtódik. A 13-as pin alacsony állapotba kerül, a kivezetése nulla volt feszültség jelenik meg, és a LED kialszi. Egy újabb várakozás után a program futása a loop- függvény első utasítására ugzik, aminek hatására a LED ismét felvillan. A loop függvényben felsorolt utasítások folyamatosan végrehajtódnak, míg le nem állítjuk a program futását, azaz ki nem kapcsoljuk az Arduino uno -t. Természetesen nem csak a lapkára integrált parányi ledet vezérelhetjük villogó programunkkal, hanem külső ledet is ráköthetünk a kivezetésre. Mivel a lednek nyitó irányban nagyon kicsi az ellenállása, ezért be kell raknunk egy 220-680 ohm közé eső áramkorlátozó ellenállást, hogy ne folyjon túl nagy áram. Az mindegy, hogy a led elé vagy mögé tesszük az ellenállást, hiszen a soros áramkörben mindenhol ugyanakkor áram folyik. A led polaritására is ügyelni kell. A led hosszabbik lába legyen a PIN-13-ra kötve. Amint látjuk, a 13-as kivezetése kötött külső ledünk ugyanúgy villog, mint a lapkára szerelt parányítása. Programunk újra és újra lefut, az Arduino lekapcsolásáig. A mai anyagban megismerkedtünk az Arduino platformmal, és egy kicsit belekóstolhattunk a mikrovezérlő csodálatos világába. A LED villogtató példánkban összekapcsoltuk az eddig megszerzett elektronikai tudásunkat a mikrovezérlők programozásával. Meglepő lehet, de ezzel az ismerettel már rengeteg elektronikai eszközt tudunk kezelni. Mégpedig azért, mert a legtöbb eszköz, például elektromos motor, LCD Kijelző Bluetooth modul tartozik egy vezérlőállomkör. A vezérlőállomkör lábaira megfelelő időzítéssel, feszültséget kapcsolva pedig képesek vagyunk kommunikálni adatot kérni vagy küldeni a modul számára, azaz vezérelni azt. A mostani bevezető anyag után is folytatni fogjuk az ismerkedést az Arduino platformmal, remélve azt, hogy az elektromosság mélyebb megértését is elősegíti. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, tartsatok velünk legközelebb is, mindenkinek jó szórakozást és kísérletezést kívánok. Sziasztok!